Ezen a képen látható a mozi épületének átalakulása. Az 1960-as években így nézett ki a mozi, akkor még az ikonikus neon felirat volt a Rákóczi Filmszínház, és ez pedig a hőszigetelés utáni állapot, mai napig így néz ki a mozi. Hát sokkal szebb lenne, hogyha a felirat visszakerülne rá, amire azóta is gyűjtünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a hirtelen jött felkérést így a részünkről, hogy forgassunk egyet itt a Magyarország egyetlen működő falusi moziában. Számunkra megtiszteltetés, hogy megtaláltatok minket. Bevallom, amikor ide jöttem egyeztetni a múlt héten forgatásról, akkor azért lenyűgözött az, hogy egy viszonylag kevés lélekszámmal rendelkező településen ekkora mozi és ilyen minőségbe nyújt élményt az ide látogatóknak. Egy kicsit így elmondanád, vagy mesélnél róla, hogy egyáltalán mikor épült ez a mozi, vagy mióta van fent, milyen hatások érték az elmúlt évtizedek alatt, hogyha nyilván beszélhetünk évtizedekről. Így van, hát 1960-as évek elején épült az épület, mozinak, művelődési háznak épült, így tudom, a visszaemlékezésekből. Egy helyi építész építette, vagy tervezte, egy helyi építész tervezte, és hát a tanulmányaimból úgy tudom, hogy az 1960-as években Magyarországon minden kis faluban épült egy művelődési ház, nagy teremmel, több funkciós nagy teremmel, és valahogy a Bölcskölyi mozi abba a különleges helyzetbe került, hogy ezt a funkcióját megtartotta. Tehát, hogy megmaradt ebben az állapotában. Ez egy jól átgondolt terv volt, mert tényleg itt egy nagyobb rendezvényt lehet tartani, van színpadunk is, és hát aztán a többi település valahogy lemaradt tőlünk. Nagyképűen hangzik biztos, de hát valószínűleg szerencsénk is volt, mert a mostani mozigépészünk előtt is egy megszállott mozigépészünk volt, és ő tűzzel vérrel küzdködött a moziért, tehát mindig mindenek előtt a mozi volt, vagy talán mai napig is ez az életének a fő mozgató rugója. Most régi relikviákat gyűjt, különben ilyen 1960-as moziszéket, meg kis vetítőgépet, ilyen anyaga van, tehát ő is egy megszállott volt. Neki az apukája is mozigépész volt, és az ezelőtt volt egy kisebb mozi Bölcskén. Akkoriban még volt ilyen, hogy Tolna megyei mozivállalat. Hát ebből az következik, hogy valószínű minden településen volt, vagy legalábbis a legtöbb településen volt. Aztán, ahogy teltek az évek, és hát a rendszerváltás után zártak be legtöbb helyen ezek a művelődési házak, kaptak más funkciót, vagy átalakultak. A miénk megmaradt. Hát úgy gondolom, hogy az előző képviselőtestületek is kultúra kedvelőek voltak, és támogatóak, és a mostani is mindig támogatja a mozit. Úgyhogy ez így alakult. Mindenféle pályázatot, ami a látókörünkbe kerül, azt megpályázunk, így most energetikailag elég jól állunk, és a digitális vetítőgépet is így szereztük egy pályázat során. Ugye 2013-tól működünk digitális moziként, tehát digitális vetítőgéppel vetítünk. Azokban az években én nem itt dolgoztam, de az analóg vetítésről akkoriban állt át minden mozi. És egy ilyen vetítőgép elég húzós volt, most nem tudom mennyi az ára, akkor ilyen 12-13 millió forint volt, és ezt sikerült megnyerniük. Hát valószínűleg a többi kis mozi ezen a ponton is lemorzsolódott. Meggondolom, hogy itt azért kellett egy fogadóképes
keresletnek, meg közönségnek is lennie, hogy ezt így életben tudjátok tartani. Tehát igen, azért van egy ilyen kemény mag, hogyha lehet így mondani, vagy tényleg rendszeresen jönnek. Vannak, igen, vannak helyi mozirajongók, akik olyan két emberről is tudok, akik rendszeresen minden filmet megnéznek, legyen az gyerekfilm, horror, vagy bármilyen romantikus film, de nagyon sokan vannak helyiek is, akik rendszeresen járnak moziba, és sokan jönnek a megyéből, vagy megyén túlról is, mert amikor szájra kap minket a hírnév egy-egy televíziós műsor, vagy újságcikk kapcsán, akkor jönnek, megnézik, hogy milyen is ez az utolsó falusi mozi, hiszen úgy hirdetjük még magunkat, hogy retro hangulat, és ezt sokan úgy képzelik, hogy az 1970-es poros székeken ülünk most is. De nem így van. Székek is ugye felújításra kerültek. Így van, de azért mindig valamit hozzáadunk. A székeket, azokat, ha jól tudom, a Corvin moziból hoztátok el. Így igaz. Így igaz. Hát szerettük volna lecserélni a régi moziszékeket, és hát nagyon drága egy új moziszék. Álmodoztunk erről, számoltunk, és hát nem nagyon fért bele a költségvetésbe, és aztán egy ilyen meglepő fordulattal a Corvin mozi lecserélte a székeit, és az egy több termes mozi, így sikerült a mi egy termes mozinkra való székeket úgy összeszedni a kollégáknak, hogy szép állapotúakat találtak. És akkor ezekre lettek kicserélve, nagyon kényelmesek. Már így 20 székkel kevesebb van, mint előtte, de nagyobbak a távolságok, úgyhogy a hosszúlábú nézők is kényelmesen elférnek. Meg karzat is van, mert... Igen, hát ez is még a régi idők mozija, a karzat, ez is még ehhez tartozik. És a gyerekeknek is kedveztek, mert láttam, hogy az előtérben van egy csomó ilyen ülésmagasító, mert ezek a székek tényleg nagyon kényelmesek, de elég magas a háttámlája, igen, magas a háttámlája, és ezért vettünk ülésmagasítót, és nagyon, nagyon szeretik a nézők. Hányan férnek ide be? 229 fős most a mozink. Van valami olyan különleges esemény, amire egy visszaemlékezel? Én bevallom, olvastam egy filmvetítésről, egy Star Wars filmről, amikor premier előadás volt, és... Ja, hogy éjfélkor? Meg hát, hogy jelmezekbe öltöztek. Igen, hát ez már jó pár éve volt. Ugye a premier napját kaptuk meg, és akkor 00:01 vetítettük, ez egy érdekesség volt tényleg, hogy éjfélkor jöttek a nézők. Nagyon sokan voltak beöltözve, ilyen Star Wars rajongók, valamilyen Star Wars-os jelmezbe, holmiba. Ez is egy érdekesség volt. Hát, érdekesség volt számomra az is, hogy a Tolna megyei más film milyenek a bemutatója is itt volt. Mivel Tolna megyében ez a legnagyobb mozi, a Szekszárdi, de Tolna megyében 3 mozi van jelenleg, és mind a kettő kisebb, mint a másik kettő kisebb, mint a miénk. És így az Imás filmnek a bemutatója is itt volt, még ez a Revicki Gyula féle. Most nem tudom, azóta készült-e új. És milyen időközönként vetítetek? Ezt hogy kell elképzelni, aki esetleg nem tudja, hogy itt mi a módi a Bölcskei moziban? A Bölcskei moziban csak hétvégén, tehát péntek, szombat, vasárnap vetítünk, és minden nap 3 vetítés van, 16, 18 és 20:30 általában. Bár az idei évre jellemző az, hogy nagyon sok film hosszú, tehát van olyan film, ami több mint 3 órás volt, és így valamikor egy kicsit csúszik az egyik. Most mesefilm is volt például, ami 2 óra pár perces volt, és akkor egy 15 órával csúsztattuk a következő filmet. Mi alapján válogatjátok ki a filmeket? Honnan tudjátok, hogy melyikre lesz nézőközönség, melyik lesz népszerű, mit szeretnének látni, akik ide járnak moziba? Hát a
Gábor kollégám, aki láthatatlan marad ma is, ő nagyon sokat beszélgette a közönséggel, tehát ugye még nem kezdje el a vetítést, lejön az előtérbe, beszélget mindenkivel, tehát ott van egy visszajelzés. Hát van Facebook oldalunk, természetesen ott is megkeresnek minket. És hát azt kell mondanom, hogy sajnos nem olyan nagyon bő a megjelenési lista, mint évekkel ezelőtt, tehát kevesebb film jelenik meg. Tehát a kínálatból gazdálkodunk. Amit szem előtt tartunk, hogy a délutáni sáv, a 16 órás sáv az gyerekfilm legyen, 18 órás az lehetőség szerint vagy vígjáték, vagy egy életrajzi film. És akkor az esti az vagy krimi, vagy horror, vagy feliratos, vagy feliratos, a feliratos filmeket nem kedvelik a nézők. Feliratos filmekre nem nagyon jönnek. Én nem egészen értem, mert a streaming szolgáltatók filmei feliratozva vannak, és ott gondolom, hogy nem probléma. A moziban nem szeretik. Tehát ezt észrevettük, hogyha egy film, néha előfordult, hogy szinkronnal kértünk meg egy filmet, és feliratozva kaptuk, és akkor ugye közöljük, vagy tájékoztatjuk a nézőket, hogy ez a film nem szinkronos lesz, és érezhető a kevesebb néző. Úgyhogy... Hogy vannak leosztva a feladatok? Oké, hogy a Gábor a mozigépész, de még mi tartozik így a feladatköréhez, vagy a tiédhez? Hát a mozi az nagyon sok adminisztrációs munka, tehát mindenféle Artisius nemzeti hírközlési hivatal felé, KSH felé vannak különféle jelentések, ezeket én készítem. Én állítom össze a mozi műsort, amit mindig megbeszélünk Gáborral, mert esetleg én másképp látom, tehát én nem látok minden filmet, meg nem beszélgetek annyit a nézőkkel. Megbeszéljük, hogy ez jó volna, vagy hogy lenne jobb. Esetenként az is előfordul, hogy megosztjuk a hetet, tehát hogy hét pénteken más filmet vetítünk, mint szombaton, hogyha úgy érezzük, hogy arra volna érdeklődő, de nem olyan nagy hírverése van, esetleg rétegfilm, akkor előfordul, hogy egyszer vetítjük. Én szerkeztem a plakátot, a Facebook oldalt, és azt az oldalt, amin foglalni lehet, tehát ahol a műsorunk is felkerül. Gábor pedig feltölti a filmeket, az előzeteseket, vetít, próbavetítést készít, postáz, meg ő tartja rendben a placot. Megrendben tartja a placot, így van. Most még egy ilyen külső merevlemezen kapjuk a filmeket, és akkor ez postán érkezik, vagy futárszolgálattal. Hát ennek is nagyon érdekes, ugye, hogy hol a könyvtárba adják be, ahol én különben hétközben vagyok, hol mikor, hol adják be a postások, vagy a futárok, hol találnak meg minket, mert ugye Gábor meg hét elején nem dolgozik, hiszen hétvégén dolgozik. És hát így próbáljuk megosztani a munkát, és ezen kívül még egy pénztárosunk van. És itt még ropogtatni való nélkül sem maradnak a nézők, ugye? Mert ha jól tudom, akkor a mozivetítés alatt van büfé. Így van. Hát a műsor előtt van büfé, hát be lehet hozni. Persze. Igen, és nagyon-nagyon híres pattogtatott karicát árulnak a Bölcskei büfében, nagyon ügyesek a büféseink. Hogy vesznek többet jegyen? Jegyet online, vagy inkább ide jönnek és személyesen veszik meg? Hát inkább személyesen. Foglalni foglalnak többen online, vásárolni kevesebben vásárolnak. Mert a foglalása befoglalja a helyet? Igen, befoglalja a helyet, így van. És akkor... Hát mindenkinek megvan a kedvenc helye, szerintem, aki régebb óta jár moziban, mindenkinek megvan a helye, hogy legjobban szeret ülni. Na, szuper. Felmehetünk, megnézhetjük a gépésztermet? Persze.
Most már itt vagyunk a Gábor birodalmába, aki nem szeretne szerepelni, úgyhogy rád testálom ezt a feladatot, hogy egy kicsit mutasd meg, hogy el tudják képzelni a nézők is, hogy hogy működik itt ez a moziztatás. Hát jelen pillanatban ilyen szerszámos ládában érkezik, egy külső merev lemezen van a film, amit Gábor majd feltölt a gépre, és van, minden filmhez tartozik egy időzáros fájl, ami interneten érkezik, és ezzel az időzáros fájllal indul el. Gyakorlatilag, hogyha ez nem érkezik meg, akkor nem indul el. És mindig megkapjuk az időkorlátot, hogy az csak azokon a napokon vetíthetjük, amíg az időzár tart. De ez nem sokáig fog még így tartani, hiszen kaptunk egy új eszközt, igaz, ez még kísérleti jelleggel, egy Kub nevű dolgot, amire interneten keresztül töltik fel majd a filmeket, a nagyobb forgalmazók, úgyhogy a postázás kimarad Gábor örömére. Ja, akkor a postás se kevereg itt a faluba. Igen, nem kell keveregjen, hogy hol talál minket. Igen, meg azt is olvastam így rólatok, hogy régen még te készítetted a jegyeket. Hát igen, a könyvtárba készítettünk jegyet, és vágtuk papírvágóval. Akkor az most megváltozott, mert hogy... Igen, igen. Hát ez nem hiszem, hogy egy túl korszerű dolog volt, meg rengeteg papírvágót elhasználtunk. Úgyhogy azt is meg tudjuk mutatni, hiszen Gábornál vannak a film, vagy a jegyek. Tehát mióta nem kézi jegyünk van, kézi kiadású jegyünk van, hanem van ez a szoftver, amin keresztül foglalni is lehet, így tudjuk. Ez egy ilyen fényre érzékeny jegy, és akkor úgy kerül rá a film címe. Amikor én még tini voltam, és sokkal többet jártam moziba, mint most, akkor volt a kedvenc színészém, volt a kedvenc filmeim, stb. Tele volt mindig ott a Szekszárdi mozi plakátokkal, és mikor lement egy-egy ilyen filmvetítés, mi mindig kuncsorogtunk a plakátokért. Van ilyen? Még kuncsorognak még a plakátokért? Kérik a fiatalok, hazaviszik? Hát nem hiszem, hogy a fiatalok, Erős Gábor tudna többet beszélni, ki vannak téve a plakátok, tehát hogyha vége a filmnek, akkor lesz Edi Gábor, és kihelyezi oda az előtérbe. Hát amire én emlékszem, az valami mozirajongó volt, aki megtámadott minket, és nem tudom, 25 plakátot elvitt. Mert hát igen, van raktárkészleten elég nagy mennyiségű plakát. Itt a következő termés filmeiből, vagy az elmúlt filmekből. Az országosan szokott lenni ilyen, hogy mozi ünnep. Abba ti is részt szoktatok lenni? Nem. Az mitől függ, hogy valaki részt vesz? Hát gondolom, hogy jelentkezik, vagy sem. Ja, ennyi csak. Igen. Jó. Lent a mozi büféjébe, kitértünk már ott a popcornra, meg a mindenféle üdítőkre, lehet kapni mondjuk egy Star Wars filmhez kapcsolódóan mondjuk poharakat. Hát természetesen, és a kollégának van egy csodálatos kiállítása. Ah. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Szóval akkor ő beszerzi a poharakat is. Az igazi fanatikusok akkor a klassz pohárra is hazatérhetnek. Igen, és ilyen popcorn tartó doboz is van, vagy vödör is szokott lenni a nagy filmekhez. Na szuper, akkor nagyon jellemző szépen. Jellemző a mesefilmekhez. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk, megnézhettük, megmutattad, meg mindent megtudtunk szinte. Én pedig arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön Bölcskére moziba, mert ez egy jó hely. Köszönöm, Viszlát!